Életünkben sokszor választunk magunknak példaképül inspiráló életúttal rendelkező embereket. Olykor a választott idol lehet a példa, amely segíthet a problémáink leküzdésében. De vajon a sztároknak is vannak példaképeik? Nekem nincsenek példaképeim, én nem is pártolom azt, amikor idolizálunk valakit, akit igazából nem is ismerünk, hiszen akár egy élsportolót nézünk, akár bárki mást, nem tudjuk pontosan, hogy milyen az ő élete, milyen az ő magánélete, csak azt látjuk, ami a kirakatban zajlik. Én azt szoktam mondani, hogy nekem a jövőben jön magam a példaképem, hogy én milyenné szeretnék válni, miket szeretnék még ebbe az életbe megtanulni, hogyan szeretnék élni, hogyan szeretnék kinézni, és ezért próbálok tenni nap mint nap. Szing Viki természetesen énekesnők közül választott példaképet magának. Az én első számú példaképem Whitney Houston, zenei lelkileg ő a példaképem, viszont az életútja az nyilván nem vonz. Mint ember, mint zenész, mint színpadi lény, viszont Lara Fabian, aki az első számú kedvencem, hogyha lehetne valakivel egy napra cserélni, vagy így belebújni a bőrébe, hogy ő mit érez éneklés közben fenn a színpadon, akkor biztos, hogy őt választanám. Borzasztóan emocionális, tehát hogy ő, ha úgy van, akkor elsírja magát éneklés közben, és azért én is ez vagyok. És ahogy gesztikulál, ahogy átéli, és hogy mindezt nem szégyelli a könnyeit, de úgy tud sírni, vagy úgy tud elérzékenyülni éneklés közben, hogy ez nem lesz szánalmas. Tehát, hogy nem olyan ő, hogy jaj, már megint miért sír. Tehát, hogy nem érzem ezt, miközben nézem, vagy hallgatom őt, hanem inkább azt, hogy mennyire csodálatos, és mennyire mély. Az alakformálás, vagy egy fogyókúra esetében is segíthet az ösztönző minta, vagy egy olyan dolog, ami erőt ad, ha már elfáradtunk a diétában. Ahhoz, hogy fogyni tudjak, nekem nincs szükségem példaképre. Én azt gondolom, hogy leginkább mindannyiunknak arra van szüksége, hogy motivációnk legyen, hogy meg akarjuk csinálni, és napról napra úgy ébredjünk fel, hogy képesek vagyunk megcsinálni, lebegjen egy cél a szemünk előtt, mert amikor azt elérjük, akkor ez egy szuper jó érzés. Soha nem voltam egy igazán lelkesedő típus, tehát nem voltak idolok az életemben, hogy egy valaki, akire én annyira felnézek, és vezérűrűként tekintek, hanem megpróbáltam pozícionálni mindig valahova magam. Mindig az volt a tervem, hogy abból, amilyen én vagyok, abból kell főzni. Nem másokra kell hasonlítani, meg másoknak a viselt dolgait olvasgatni állandóan, és akkor úgy öltözni, meg sminkelni, meg olyan attitűdöket fölvenni, hanem mindenkinek meg kell ismernie önmagát, és azt az utat kell neki végigjárni, amit a Jóisten neki szánt. Úgyhogy én ebben hiszek. A fogyókúra önmagában is egy erőpróba. Van, hogy a környezet egy-egy biztató szóval könnyít a helyzeten, de egy-egy bíráló megjegyzés csak tetézi azt. El kell érnünk, hogy a negatív véleményektől függetleníteni tudjuk magunkat, hiszen sokszor ezeket a megjegyzéseket az irigység táplálja. Van, amikor fájóan tulajdonképpen rosszul esik, hogy mondjuk azt mondják, vagy úgy érzik néhányan, hogy a szalcilvánhoz hasonlít az arcom, hogy ilyen sokat fogytam. Az egyik legszomorúbb kritika egyébként az is megviselt, mert hogy volt, aki azt hitte, hogy nagyon-nagyon beteg vagyok, és hogy egy nagyon komoly betegség miatt fogytam le ennyire. Ezért nagyon sok jó vélemény is van, akik azt mondják, hogy így kell csinálni, Ágica, anyukaként, egyedülálló anyukaként, ügyes vagy, büszkék vagyunk rád. Összességében a lényeg az, hogy jól érzem magam így mínusz 10 kilóval vékonyabban. Wolf Esztert két gyermekes anyukaként több mint 50 ezeren követik a közösségi felületeken. Esztert arról is kérdeztük, hogyan vált mások számára példaképpé. Gyerekkoromban nem nagyon volt példaképem, viszont mostanában Almási Kitti munkásságát mindig követem, hiszen csodálatos író és pszichológus is egyben. Bár sokan követnek az Instagramon, nekem ez mindig olyan fura volt, hogy amikor azt mondják, hogy én példakép vagyok a számukra, és én azt gondolom, inkább csak ilyen kíváncsiság van az emberek részéről, hogy kíváncsiak az életemre, szeretnek belekukkantani a hétköznapjaimba. Ez szerintem nem ugyanaz, mint hogyha valakinek igazán így a példaképe lennék. Én mindenkit csak biztatni tudok és bátorítani abban, hogy valóra váltsa az álmait és hogy elérje a kitűzött célját. Legközelebb arról kérdezzük a sztárokat, hogy nekik mi segített a diétát.